Abszolút mai, tehát hogy nagyon sok áthallás van. Ez Móricz Zsigmondnak az érdeme. Ez mindig nagy kérdés szerintem, hogy mi kerül be egy adott regényből egy színpadi változatban. Azt hiszem, hogy ennek a regénynek az esetében nagyon könnyű volt a dolgom, mert egy nagyon drámai alaphelyzettel találkozunk a szövegben, ami egy térben egy éjszaka folyamán zajlik le, és igazából a cselekmény az hiába, mintha egy szálon futna, az az izgalmas és az értékes technikája, Móricznak, ahogyan szétszálazza ezt a cselekmény szálat, és ilyen nagyon sok apró és mozaikos emberi sorsot, töredéket, drámát mutat meg ezekben a kicsi etüdökben. Úgyhogy én ezeket a kisebb, ilyen nagyon széttartó szálakat próbáltam meg így összefésülni a színpadi adaptáció során. De hát a főszál az igazából nálunk is ugyanaz, mint a regényben, és ebből a szempontból szerintem eléggé hagyományosan vagy hűségesen követem a regénynek a szerkezetét, kisebb-nagyobb kihagyásokkal. Ugye az eredeti darab az 1899-ben játszódik, és az akkori vidéki középosztályról szól, a gentrikről, és az ő egzisztenciális talajtalanságukról, ami sajnos most is ugyanannyira érvényes, mint akkor. 100 éve írta a Móricz ezt a darabot, és annyira aktuálisak a mondatok benne, hogy az ember nem is gondolná, hogy ez tényleg így történik. Tehát, hogy ez ennyire nem változik a világ, és hát ennyire nem változik a világ. Nagyon sok személyes rész is például, amikor arról beszél, hogy milyen lenne, hogyha mondjuk nem tudom, egy szegedi vagy debreceni várost elröpíteni mondjuk Londonban, és mi történne az ott élő emberekkel, és ezt szerintem hátborzongató, hogy Móricz nagyjából előrevetíti azt, ami most történik éppen, hogy London a második legnagyobb magyar város, és ő erről ír már 1926-ban. Már megjelennek a tabu témák és a fajelméletek, amiket főként a Szalai Péter hoz fel, az a karakter, akit én fogok játszani. Ő egy olyan ember, hát ő egy gazda, tehát 230 holdföldje van vagy 5 gyereke, nagy hangú, imád beszélni, imád enni, imádja a magyar zenét, a táncot, és hát igazából tiszántúli, tehát én is hajdúsági vagyok, szóval tudok hozzá kapcsolódni, és nagyon szerethető karakter emiatt, az életigenlése miatt, viszont van az a rossz szokása, hogy nagyon uralkodó típus, és nem engedi át a szót senkinek se, vagy ha mégis más beszél, akkor se hagyja magát. Én a mamát játszom, aki egy nagyon kemény nő az előadásban. Hát bizonyos szempontból azért ő hordja a nadrágot meg a kalapot a családban. Én a darabban a jegyzőt alakítom, aki a Dobi István fogadott lányának a férje, és egy eléggé ilyen, hát a Frici, aki a Nagybakonyi Bogi, és közöttem a kapcsolata, a jegyző és a felesége közötti kapcsolat, az egy, hát egy igen viszályos kapcsolat, és megmutatkozik benne a női és a férfi kapcsolatoknak a darabban. Ez a két karakter az, aki úgymond kimondja az elfojtott feszültségeket, amit mások magukba tartanak, ők kibeszélik magukból, és eléggé jó kis szituációkat, meg helyzeteket lehet ebből teremteni. Móricz pont azt hiszem abban az időszakban, amikor ezt a regényt írta, akkor vált el az első feleségétől, és ezzel így rajta hagyja a kezenyomát. Azt hiszem ez az érzés, vagy ez az érzület ezen a szövegen, hogy több helyen is megjelenik az, hogy mennyire borzasztóan nehezek ezek a házasságok. És itt ugye fizikai színházról beszélünk, Horváth Csaba színházáról, aki esetleg nem ismerné, vagy még nem látta az itt bemutatott Vízkereszt, vagy amit akartokat. Ugye itt nem csak a prózai szövegről van szó, meg persze vannak a darabban is konkrétan táncbetétek, de egyébként a fizikalitás,
A mozgás az azért van, hogy segítse a prózai szöveget, egy új asszociációs mezőt ad a nézőnek, és segíti, hogy megértse a dolgokat, és mélyíti a karaktereket. A nézőnek szerintem úgy kell beülni erre az előadásra, hogy egy nagyon furcsa világot fog látni. Nem az van, hogy ketten ülnek és beszélgetnek, hanem vagy alá van támasztva egy-egy szituáció mozgással, vagy mozgással van kifejezve. Lesznek benne nagy koreográfiák, élő zenekar, tehát, hogy én mindenkinek csak ajánlani tudom, énekek, táncok, nagyon jó kis mozgalmas előadás lesz.